Sziasztok, Matilda vagyok, ez pedig a könyvcamping vlogok harmadik és egyben utolsó része. Ma 21-e kedd van, és ugye 25-ig fog tartani a könyvcamping. Ma lesz az emberek legtitkosabb emlékezetének a kibeszélője majd Eszti csatornáján elvileg, ha minden igaz. Ezt várom nagyon, hogy mit fogunk tudni erről majd beszélgetni. Ó, és most látom, nem is 7-kor, 8-kor lesz a live. 8-kor lesz. Jó, én 7-re emlékeztem valamiért. Nem baj igazából. És ugye közben olvasom még a Wintert, de ez egy elég masszív könyv, és mivel nagyon sokat játszottam a héten, még csak 100 oldalt olvastam. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt vasárnapig szombatig ki fogom tudni olvasni, vagy szombat végéig. Úgyhogy ehelyett a könyv helyett, ha nagyon kell, mint sorozatfolytatás, egy Cserkeszterek részt be tudok tenni. Sőt, hülye vagyok gyakorlatilag. Nem is kell, mert azt a pontot pipálhatom a Cserkeszterek 2-vel, és helyette a Cserkeszterek 1-jel pipálhatom a díjnyertes kötetet. De ott akkor minden remek. Akkor gyakorlatilag csak a Talons of Power-t kéne elolvasnom, amit ugye hangos könyvben hallgatok. Azzal most kicsit nehezen haladok, kb. A felénél tartok egyébként, de az a bajom vele, hogy ha több mint 2000 évig elaltattak benne egy nagyon gonosz sárkányt, aki valószínűleg azért volt gonosz, mert hogy ugye előtte a saját klánja az annyira félt tőle is attól, hogy mire képes, hogy még az emlékét is eltemették, és a világ végére menekültek, és akkor ő fölébred, és azt mondja, hogy ő amúgy jó fiú, miért hisztek neki? Miért? Tehát, mindegy, szóval annyira kicsit idegesítő, hogy így mindenki happy tőle, és én meg ez a mindketten, mindannyian tudjuk, hogy valami gebasz lesz ebből az egészből, de mindegy, szóval ez hihetetlen módon tud most jelenleg engem irritálni a Talons of Power-ben, de majd igyekszem hallgatgatni, már csak 4 óra van belőle hátra, úgyhogy ez simán meg lesz. Más nem, szombaton, amikor már otthon leszek, akkor majd kézbe veszem a rendes példányomat, és akkor majd olvasom, hogy ne hangos könyvben hallgassam, mert olvasva nyilván gyorsabb vagyok. De azért igyekszem a Winterrel is, de most jó tudni, hogy amúgy be tudom számítani mindkét Cserkesztert. De nyilván nagyon élvezem eddig is, és hát kíváncsi leszek, hogyan fogják itt a hatalomátvételt összehozni. Hát gyakorlatilag a Winternek és a Talons of Powernek a befejezése még a cél erre a hétre, aztán meglátjuk, hogy hogyan fog ez alakulni. Egy sárkányos könyv helyére nagyon más nem fogok tudni betenni, úgyhogy az mindenképp prioritás így a Winterrel szemben. De nem muszáj, tehát egyébként már azt hiszem 3 vagy 4 pontot pipáltam az 5 promptból, és ugye nem kell mindegyik könyvet külön promptra hozni, tehát hogyha csak bármit olvashatok jelenleg, és már kész lenne teljesítésem, mert minimum két prompt kiütés megvan, szóval bármelyik másik promptra olvashatom a többit, nem muszáj sárkányosat olvasnom. Mindegy, maximalizmus. Úgyhogy igen, szóval most így állok. És akkor ez lesz még ebben az utolsó pár napban, ez lesz az utolsó pár napnak még így az eseménye, hogy olvasom ezt a két könyvet. Mert ezt a kettőt egyébként mindenképp szeretném befejezni így februárban mondjuk. Végre haladunk. Arra jó a takarítás meg a főzés, hogy akkor lehet a legtöbbet haladni a hangos könyvekkel, úgyhogy most is ezt tettem. Most már az utolsó harmadánál tartok mondjuk azt a Talons of Power-nek. Végre haladunk valamerre. Nyilván ugye mondtam, hogy nagyon frusztrál az, hogy elég egyértelműen gonoszkodás van Darkstalkernek így a minden hátsó szándéka mögött, vagy minden szándéka mögött ott a hátsó szándékna, és végre fölébresztették Kinkajou-t, és Kinkajou legalább egyből az volt, hogy ja, ő amúgy gonosz, nem? És így
Faker valaki. Jó tény, egyébként mindenki valószínűleg el van. Hát a... el van picit kábít, hogy kedvelje mindenképpen Darkstalkert, de hogy mindegy, nagyon-nagyon frusztráló volt eddig a könyv, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ebben még az utolsó 2,5 órában mi fog történni. Aztán ugye jön az 5. rész, ami gyakorlatilag a végjátszma lesz ebben az etapban. És nem tudom, hogy kiadták-e már külföldön az utolsó részt a 3. felvonásból, mert ha igen, akkor boxset után kell néznem. Egyébként nyilván azután jelent meg az első 10 részből boxet, miután én megvettem 2 külön boxetben őket, de engedjük el, és nyilván pont ugye nekem ez a 2. adag. Olyan volt az amazonos kiszállítás, hogy olyan állapotban voltak a könyvek, miután megérkeztek, hogy nagyon... Na mindegy. Úgyhogy igen. Szóval ezzel most tök sokat haladtam, majd ma még szeretnék a Winterrel is. Meg Andinak lesz anti-readingja, arra majd szerintem benézek, majd meglátom, hogy hogy alakul így az esti program. És hát így, hogy már csak ilyen 2 kis fél óra van vissza, szerintem ez biztos, hogy meg lesz. Más nem, majd hazafele is még hallgatom a kocsiban. A Winterről meg egyelőre még nem nyilatkozok, mert mivel egy több mint 700 oldalas könyvről beszélünk, ezért ott sokkal hosszabb idő telik el a dolgok között, vagy hát ugye így megy a folyamat, hogy mennek Lunára megdönteni Levonát, vagy hát meg akarják dönteni Levonát, ott még nem tudom, hogy mi lesz, meg még mi fog 600, több mint 600 oldalon keresztül történni. Na mindegy, úgyhogy izgi, de még van 3 napom, meg a mai, úgyhogy meg lesz az, csak kicsit bele kell húznom. Szóval az történt, hogy el kellett mennem a Mamutba átvenni Emmának egy csomagot, mert mire jó, hogy fenn vagyok Pesten, ha nem arra, hogy postást játszak, és megúsztunk egy csomó postaköltséget. És ha már ott voltam, és megláttam a Librit, elgondolkoztam, hogy szerintem megérdemlek idén most már egy könyvet, mert idén még nem vettem magamnak könyvet, szóval... Előfordult, hogy bementem. Annyira régóta szeretnék megvenni egy könyvet, csak így utána volt a Secret Santa, meg a karácsony, és így halogattam, hogy megvettem most magamnak. És ezzel a könyvvel fogom befejezni a könyvkempinges teljesítésemet szerintem, mert ez egy képregény, mégpedig nem más, mint a Fangirl manga mangásított változatának a 2. része, ugye a Fangirl manga 2. része, ami nekem eddig még nem volt meg, és nem olvastam, nyilván ugye a Fangirlt magát, a regényt olvastam, nagyon szerettem, meg az első részét a mangásított verziónak szintén nagyon szerettem, úgyhogy igen, így berobogtam a Libribe, hogy akkor adjanak nekem egyet, és a Social Anxiety is leküzdötte, mert 2 Libri dolgozót is meg kellett kérdeznem, hogy nem találom a könyvet, hol van? Úgyhogy igen, nagyon kis büszke vagyok magamra. És mivel, hogy a 2. rész sorozat folytatásnak elszámolható, így akár a Winter helyett is elszámolhatom, és akkor még ugye a Talons of Power, de hogyha beleszámítom az első Cserkeszterek olvasásomat is, ami nyilván megtörtént a kemping alatt, ami azt jelenti, hogy akkor úgy lenne meg a teljesítésem, hogy 2 sorozat folytatással, az egyik a Cserkeszterek 2. része, a második pedig a... Vagy akár minden elszámolható, szóval ha azt elolvasom, megvan a teljesítésem, úgyhogy... Ez most így lesz. Enyhe impulzus vásárlás, na de, már nagyon szerettem volna. És bevetettem a könyvkempinges tasim. Tadá!
No. A tegnapi után, amikor is ugye bementem a Libri-be és megvettem ezt a könyvet, el is olvastam. Hát igen, nem volt egy túl sokáig tartó feladat. Rájöttem, hogy újra kell olvastam most már tényleg a Fangirlt, mert nem emlékeztem, hogy ami ennek a vége, de nem is emlékeztem már, hogy történik benne ilyen. Úgyhogy nagyon újra szeretném olvasni a Fangirlt. Az a jobban a mangában, hogy emlék, vagy mi ez képregény manga, nem tudom pontosan mi erre a megfelelő terminológia, de hogy emlékeztet arra, hogy mennyire szerettem is ezt a sztorit. Jó látni mellé így vizuálisan is, de na, a regény az a regény. Úgyhogy azzal, hogy ezt a könyvet én most befejeztem, gyakorlatilag teljesítettem a kempinget, ami így azt jelenti, hogy fölcsapom az appot, csak már ott hozzá vannak párosítva. Szóval, az Ánya kísértetője volt a fantasy pontra, a Cserkeszterek 2 díjnyertes kötet vagy sorozatfolytatás, a Lorulnpos képregény, Cserkeszterek egy díjnyertes kötet, nem tudom miért a sorozat folytatást jelöltem hozzá, illetve a Fangirl manga 2 az sorozat folytatás. És ez így összesen megvan 5 könyv, és 4 külön prompt, illetve már csak 2,5 órán van a Talons of Power-ből, azt ma holnap ki fogom hallgatni, szóval az egy ilyen plusz egy lesz hozzá. És akkor a sárkányos pontot is azzal ki fogom lőni. Ja, hát igen, ehhez nem mondtam el, de nyilván imádtam. Ehhez nincs több hozzáfűzni való, mivel nagy kedvencem a Fangirl, ezért szerintem senkit nem lep meg, hogy az a manga adaptációját is szeretem. Úgyhogy így lettem hivatalosan is ajtónyitó. Ma még lesz egy booktuber quiz, amit még nézni is fogok tudni, mert végül majd anyáikkal megyek este haza. Részletkérdés, de igen. És hát holnap meg még ilyen akármi is, még olvasni fogom azért a Wintert. És hát sajnos ezzel véget fog érni a holnapi nap éjfélével a könyv camping, de nagyon örülök, hogy ennyire részt tudtam venni, de majd a többit azt majd holnap a vlog és camping zárás körülményei között azt majd a holnap veszem föl, vagy vasárnap, mindegy. Úgyhogy igen. Úgyhogy gyakorlatilag 5 darab képregénnyel teljesítettem a kempinget. Gyerekek, én ki vagyok akadva. Befejeztem a Talons of Power-t végre, így az utolsó 50 oldalt egy ilyen gyors reading sprint alatt, és utálom túl tiszadő lenned. Mindig ezt csinálja, az előző arcban is ezt csinált, ugye a negyedik rész ért véget úgy, hogy azt mondtam, hogy hogy lehet így befejezni? Mármint, hogy mindig a negyedik részt hagyja ezek szerint úgy félbe, hogy így ülsz, hogy nekem most azonnal kell az ötödik rész. Még jó, hogy megvan, nem így kell mutatni, de hogy... Mondanám, hogy remélem kinyírják Darkstalkert a végére, mert egy köcsög, szó szerint, tényleg. És csodálkozik, hogy a barátai 2000 éves alvásos álom varázslatot bocsátottak rá, mert nem értették meg a gondolat. Igen, mert gonosz vagy. És ha Moon ezek után is még puszi-pajti lesz vele, nagyon mérges leszek. Pedig valószínűleg az lesz.
mert olvastam már spoilereket a következő részhez. Na mindegy, hogy befejeztem, és bár a kezdeti nehézségeim után, amikor meg ideges voltam, de hogy nyilván értem, miért voltam ideges. Már nem a kempinghez, de most azonnal elfogom ezt a kötetet kezdeni. Most azonnal, tényleg, nem viccelek. Nem érdekel, hogy ott van a Winter, de hogy... Szegényke olyan kis megviselt, pedig még sose olvastam, csak hát... Amazonos posztázás. Soha többé nem vásárolok Amazonról. Bezzeg, amikor ezt a boxetet megvettem, akkor még nem volt kapható, azóta már kapható máshol is ez a boxet. És nagyon remélem, hogy hamarosan kapható lesz a harmadik arcnak is a boxete, mert már kim van mind az öt könyv a harmadik installációból, a Wings of Fire-ből a 11-15. Kötetig. És ha már az első kettő boxetben van, meg szeretném azokat is boxetben. Persze nem csak azután lesz boxet, hogyha kiadják puha táblásan, mert ugye mindig mindent először kemény tábláson adnak ki, csak utána puha táblásan, de úristen, azt azonnal meg fogom venni. Azt is, bár ugye az már más sztori, de hogy... Annyira jó közök könyvek. Az igazságérzetem most nagyon fáj. Vagy az igazságérzetemnek nagyon fájnak dolgok, amik történtek ebben a könyvben, de hogy... És ráadásul vannak ilyen Wings of Fire Legends-es könyvek is pár, meg van egy ilyen short story collection is hozzá, úgyhogy... Nem akartam idén sok könyvet venni, de hát igen. Azt sajnálom csak, hogy ez a szegény második adagom, ez ilyen kis sérült. Látjátok? Ezt nem én csináltam vele, ez a könyv így jött meg, csak aztán már nem volt lelki erőm az Amazonnal reklamálni, de kicsit fáj, hogy ilyen szar állapotban, mármint, hogy ilyen csúnya állapotban vannak. Nem olyan vészes igazából, talán ez járta meg a legjobban. A középső kötetek egész jól megúszták, mint látható. A két szélső az, ami rosszabb állapotban van. Szóval igen, ez a Wings of Fire sorozat, ez... Imádom meg minden, de hogy az idegeimre is megy ezzel együtt. Túl jó író, túl T. Sutherland. Túl jó sárkányos könyveket ír, úgyhogy sárkányos könyvek még mindig kim van, azt hiszem az első három rész már magyarul. Belőle nem ennek az első három része, hanem az egyel ezelőtti árknak, de hogy imádom. Még jó, hogy befejeztem a Hogwarts Legacy-t, mert most már akkor tudok olvasni. Meg most nem is tudnék Hogwarts Legacy-zni, mert nem vagyok Balázsnál, de mindegy. És ráadásul látjátok, mennyivel vastagabb az utolsó? Ez a legvastagabb eddig az egész sorozatban. Igen, nyugodtabban összefoglalva, akkor ez volt így a hatodik könyv, amit kiolvastam a könyvkempingre, és ezzel a sárkányos pontot pipáltam, és majd ha úgy érzem, hogy emberibben nézek ki, akkor csinálok még ennek a vlognak a végére egy utolsó összefoglalót is. Megyek olvasni, mert most idegben vagyok. Akkor ezzel az utolsó bejelentkezéssel szeretném lezárni a 2023-as könyvkempinget. Ma vasárnap van, ez azt jelenti, hogy tegnap éjfélkor véget ért a könyvkemping. Úgyhogy most szeretném így összegezni akkor, hogy mik azok, amiket olvastam a könyvkemping alatt. Kezdjük azzal, ami a teljesítésem konkrétan. Aztán még lesz pár másik. Egyszer a Cserkeszterek képregények első két része, ugye a Rettegjetek a Szent Nyávogótól, illetve a Barátság a Maximumon. Igazából mindkettő újraolvasás volt nekem, mert már én előrébb vagyok a Cserkeszterek sorozatban, de mivel ezt magyarul még eddig nem olvastam, ezért ezt most olvastam először magyarul, ezt meg újraolvastam, mert ez az első két kötet szorosan kapcsolódik egymáshoz, úgyhogy végül is ez így díjnyertes kötet az ajtónyitókon belül, ez pedig vagy a díjnyertes kötet pontra, vagy a sorozat folytatásra elszámolható. Aztán itt van a Lore Olympus második része, ami szintén technikailag újraolvasás volt, mert ezt meg Webtoonon előre olvastam, de a magyar kötetem még nem olvastam eddig. Ezt a
a képregénypontra olvastam, amire nyilvánvalóan ezek is jók, de hivatalosan a képregénypontra választottam ezt. A kötetekről külön-külön beszéltem az előző vlog részekben, úgyhogy most nem teszem meg. Az Ánya kísértete, amit a fantasypontra olvastam, de szintén jó lett volna a képregénypontra is. Ez egy eléggé képregény orientált teljesítés volt. És az ötödik kötet, amivel gyakorlatilag meglett a teljesítésem, az a Fangirl-manga második része, ami a sorozat folytatásra tudtam. Amit a sorozat folytatásra tudtam elszámolni. Bár, ha nagyon akarok hunyorogni, ugye szó van benne a Carrion szereplőiről is, Simonról és Bezről és a Watford iskoláról, szóval technikailag a varázsulis pontra is akár jó lehetne. Mert a fanfictionökben benne van a Watford iskola. Szóval ez volt így a teljesítésem arra, hogy kitanuljam az ajtón nyitós C mesterségemet. Viszont van itt még ezen felül más is, mert hogy plusz egy hatodik kötetként befejeztem utolsónak a Wings of Fire 9. részét, ami a Talons of Power. Ezt a sárkányos pontra olvastam, csak ezt hatodiknak fejeztem be ezek közül, úgyhogy mire ezt befejeztem, már teljesítettem a követelményeket, de túl teljesítő vagyok, úgyhogy igen, ez volt a hatodik hozzá. Ezen felül, vagy hát ezeken felül ugye, olvastam a közös könyvet, az emberek legtitkosabb emlékezetét, amiről volt már kibeszélünk is, azt ide be fogom linkelni, meg erről lesz külön barangolás Afrikában részem is. Ezt ugye a kemping előtt kezdtem, tehát ezt nem számoltam el semmire, amúgy a díjnyertes kötet pontra lett volna elszámolva, de ugye ez a cserkeszterekkel meg volt, úgyhogy így nem volt gáz, hogy ezt nem tudtam elszámolni, mert ezt még a kemping előtt egy héttel elkezdtem talán olvasni, mert hogy féltem, hogy nem fogom tudni befejezni a live-ig is. Amúgy igazam is volt azzal kapcsolatban, hogy előbb elkezdtem, tehát nem ártott. Ezek voltak azok, amiket a kemping alatt be is fejeztem. Ugye eredetileg a TBR-omban még szerepelt Marissa Meyer-től a Winter, de a Winterből hát 200 oldalt olvastam, és még több mint 500 hátra van. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ezt a teljesítéshez már nem hiába lehet gyorsan olvasni, ennyire szuper képességeim nincsenek, úgyhogy ezt így úgymond elengedtem, hogy belevonjam a teljesítésbe. Egyébként sorozat folytatásra olvastam volna, azt meg többszörösen pipáltam. Még válogatni is tudok, melyikkel akarom. Igen, úgyhogy most majd kemping után fogom befejezni valamikor. Egyébként szeretem ezt is, tehát hogy tetszik, csak mondjuk azt, hogy Matilda el Hogwarts Legacy-zte a kempinget. De befejeztem. Na mindegy, úgyhogy majd még van két nap februárból, úgyhogy ha nem februárban, akkor március elején befejezem. De tekintve, hogy tegnap is hajnali egyig olvastam, bármi előfordulhat, hogy miért olvastam hajnali egyig emiatt. Ugye az előző bejelentkezésemben kiakadtam, hogy hogy érhetett úgy véget a Talons of Power, ahogy, úgyhogy hát még jó, hogy megvolt az utolsó rész. Ez az első Wings of Fire kötet, amit egyáltalán nem hallgattam hangos könyvként. Mert most nem utaztam, és akkor így nem egyszerűbb volt kötetként olvasni, mert nyilván így gyorsabban tudom olvasni. És hát ez úgy történt, hogy én ezt ilyen este 8-kor elkezdtem olvasni, akkor kb. Ilyen 50 oldalt olvastam még csak tegnap napközben belőle, és éjfél körül már olyan 200 oldalnál tartottam. Úgyhogy több mint a felét, hát kb. A felét, több mint a felét kiolvastam ennek a könyvnek még öt kemping alatt, és ezt ma reggel, vasárnap reggel befejeztem, nem volt belőle sok. Végigbőgtem a végét. Winter, my baby, nem ez a Winter, hanem a másik Winter, nem ő Winter, hanem aki a második, vagy a hetedik rész Winter. Úgy szeretem Wintert, és én csak azt akarom, hogy Winter boldog legyen. My baby. Na mindegy, úgyhogyam. Nagyon szomorú vagyok, hogy még nem kapható a következő részből a boxet. Majd előre hangos könyvezem magam, mert túl tízszedő lett túl jó. És én imádom, szeretem az Így neveld a sárkányodat könyveket, de ha szuperior sárkányos könyvet kell mondani, az a helyzet, hogy a Wings of Fire abszolút átvette a helyét annak. Leginkább azért, mert ebben sárkányok a főszereplők, és ezt semmi nem tudja legyűrni. Ez olyan, mint hogy minden olyan lovas könyv is superior, amelyikben a lovak a főszereplők, és nem az emberek, akiknek vannak lovaik. Tehát, hogy ez így van, sárkányos könyvből is ez a legjobb, amelyikben a sárkányok a főszereplők, úgyhogy Wings of Fire. Olvassatok Wings of Fire-t. De igen, szóval ez így már nem volt teljesítés, de hát, na. Azért több mint a felét lenyomtam a kemping utolsó óráiban gyakorlatilag, úgyhogy ezt mindent elárul.
Legutoljára a Scarlett volt olyan, hogy nem tudtam tőle lefeküdni. Szóval ezeket a könyveket olvastam a kemping alatt, és egyébként hát nem tudom, hogy jött a vlogokból, de én nagyon-nagyon jól éreztem magam végig. A csomó programon részt is vettem, majdnem mindenen részt vettem egyébként. Félig, mármint hogy nézőként is, sőt egyébként egy óra múlva záró live lesz, de ahhoz már nem fogok vlogot föl, vagy mint hogy nem lesz már hozzá szerintem ilyen vágóképen. Úgyhogy Eszti, nagyon szépen köszönjük, hogy idén is megszervezted ezt a csodálatos ridatont, és nagyon-nagyon élveztem most így vlogolva minden, hogy részt venni benne, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. És most hiányozni fog a könyvkemping. Ezért még vannak itt jó könyvek, amiket lehet olvasni ezután is. Meg hát nyilván ilyenkor Discordon sem áll meg az élet, úgyhogy ott továbbra is ki lehet beszélni, meg lehet közösen olvasni, meg minden, úgyhogy szerintem most a kemping miatt meg is hozta ehhez az embereknek a kedvét, hogy ilyen random reading sprinteket nyomjunk. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, nagyon élveztem. De hát ezennel véget ért a kemping, és lezárult a kempinges vlog sorozatom is most már, úgyhogy ez volt az utolsó rész, ez ennek a vége. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!